A vadon varázsa A vadállatok felkutatása és elejtése a hatalom, az uralom kifejezője. A ragadozó állatok zsákmányszerű megszerzése az erőszimbóluma, a férfias virtus fitoktatása. Az ősi vadásztársadalmakban a mágikus rítusok lényeges eleme a vadászat sikerének megünneplése volt. A magyar eredetmonda is egy mítikus állat a csodaszarvas üldözéséről szól. Hunor és magyar a két vitéz levente abban talált a gyönyörűségét, hogy vadászat közben messzire kalandoztak apjuk palotájától. A középkori királyi nemesi udvarok jellegzetes tevékenysége a vadászat volt. Szent István fia, Imre Herceg, és Zrínyi Miklós a vadászat áldozatai lettek, hogy más tragikus vadászkalandot ne is említsünk. Egyik székelyföldi iskolában a tanuló az őskori vadembert így határozta meg. Az ősember vadász volt, aki az erdő vadjait kíméletlenül írtotta. A bizar vélemény a Kárpátok rengetegében olcsó pénzért vadászó nyugatiak némeikére is talál, aki az erdőben szabadon garázdálkodó vadkapitalistának is nevezhető. Nyugaton már csak rezervátumok vannak. Nálunk a Kárpátok még őrzik viszonylagos épségüket. De ki tudja meddig? Az adoma szerint három vadász összebeszélt, hogy elejtik a helységbe bebejáró garázdálkodó medvét. Hogy a kockázatos vállalkozáshoz bátorságot nyerjenek, Betértek a falu széli csárdába, és felöntöttek a garatra. Mivel nem volt pénzük, azt ígérték a csaplárosnak, hogy tartozásukat az elejtett medve bőrével fizetik majd ki. A kaland azonban nem úgy végződött, ahogyan remélték. Amikor hirtelen feltűnt a medve, inukba szállt a bátorság. Egyikük elszaladt, a másik fáramászott, a harmadik, aki se futni, se mászni nem tudott, földre hasalt, és lélegzetét visszafolytva halottnak tette magát. A medve körülszaglázta, majd abban a hiszemben, hogy döggel van dolga, odébb állt. Mikor a cimborák már túl voltak a veszélyen, kíváncsian faggatni kezdték a földről feltápászkodó társukat. Mit súgott a füledbe a medve? Csak azt mondta, válaszolta a remegő hangú vadász hogy máskor ne ígyunk addig a bőrére, amíg el nem ejtjük. Hol vannak már az egykori kalandos vadászatok erdély sejtelmes rengetegeiben? Ki tudja már, hogy ezeknek megvolt a maguk rituáléja? A vadászat előtt, alatt és után alkalmazandó írott és íratlan szabályai, a szakma presztízse, a vad tisztelete, a szabálysértést olykor maguk a vadászok, olykor a vadak torolták meg. A vadász puska mellett a vadászkésnek, a vadász leleményességének, lélek jelenlétének, fizikai erejének is megvolt a jelentősége. A vadásztörténetek ettől váltak izgalmassá, színessé. A vadászkaland előadóját bizonyára meglepné az epés mondás. Soha nem hazudtak annyit, mint házasság előtt, háború alatt és vadászat után. A közelmúltból még emlékszünk a nagy vadászra, a néhai román diktátorra, akinek szinte minden hegyvidéken vadászkastéja volt. A megyei pártvezérek már-már versenyre keltek, hogy kinek sikerül a nagy vendéget egy-egy hétvégén vadászkastéjában fogadni. A különös kegy felejthetetlen emléknek számított, ami egyben a hivatali szék biztonságát is jelentette. A kisgyermekek képzeletében szederről, málnáról, áfonyáról, vadméhek mézéről álmodó maci az ellene tervezett merényletről mit sem tudott. Legfennebb azt tűnt fel neki, hogy táplálékáért nem kell barangolnia, minden finom falatot egy helyen megtalál. A kijelölt bizalmi emberek, a helyszínen leült lovak húsával, vágóhídi aprólékkal, csöves kukoricával csalogatták a gyanútlan állatot a leshelyre. Egy vérbeli vadász bizonyára végleg eldobta volna a vadászfegyvert, és letagadta volna foglalkozását egy-egy ilyen siralmas eset láttán, arról nem is beszélve, hogy egy békésen táplálkozó vadállatot néhány méterről lelőni, a vadász erkölcs megcsúfolása. A leshelyes medvevadászatoknak nagy keletje volt, a nagy vadász szenvedélyét csillapították. A sikeres aktus után pesgőbontás és gratulációk következtek. Végül a terepjárógépkocsi és a felszálló helikopter motorzúgása után az erdő lassan elcsendesedett. Csak a fenyők kezdtek halksuttogásba a misztikus félhomályban. A vadak folytatták békés, csendes életüket. Csak a vesztőhelyen elvérzett anyamedve bocsai nyugtalankodtak. Hiába várták zsákmánya a visszatérő anyjukat. Az erdő féltő szelleme nem nézhette tétlenül a történteket. Bosszút forralt, átkot szort. Golyó olcsa ki annak életét, aki rátámad az erdő védtelen vadjaira. Az átok megfogant. Azóta már a vadásztörténeteknek sincs igazi csattanójuk, hiszen a poént korábban már lelőtték.